A lugos orvos áldozatának kedvezhet az, hogy az ügy visszakerült a kúriára felülvizsgálatra. Erről beszélt híradónak a nő ügyvédje. Most ugyanis nem csak az orvos, hanem az áldozat fellebbezését is felülbírálhatják, így az ügyet szándékos gyilkossági kísérletté minősíthetik át. Bene Krisztián korábban panaszt nyújtott be a másfél évvel ezelőtti ítélet ellen, mert egy időközben hozott új törvény alapján szerinte sérültek az alkotmányos jogai. A kiszabható büntetés felső határát el nem érő 11 évi szabadságvesztést tartott indokoltnak. Ez ellen a jogerős ítélet ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt a lúgos orvosként elhíresült Bene Krisztián, akinek az ügye most felülvizsgálatra újra a kúria elé kerül. A férfi azt kifogásolta, hogy miközben az ügye zajlott, új büntetőeljárási törvény lépett hatályba, emiatt pedig elesett a valódi felülvizsgálat lehetőségétől. Ezt években nem lehet mérni számomra, életem végéig fogom ezt a sérülést hordani. 7 évvel ezelőtt Renner Erikát egy sisakos maszkos támadó a lakásában megkötözte, elkábította, majd marólúggal öntötte le a nemi szervét. A bíróság Bene Krisztián több vádpontban is bűnösnek találta. Renner Erika ügyvédje szerint a felülvizsgálat nekik kedvezhet. Korábban ugyanis nem csak a lúgos orvos fellebbezését nem bírálta felül a kúria az új törvény miatt. Így járt az én fellebbezésem is, hiszen a megismételt másodfokon lefolytatott bizonyítás során az igazságügyi orvos szakértők nagyon részletesen nyilatkoztak arról, hogy bizony az elkövető tudatának át kellett fognia azt, hogy a tettének halálos következménye is lehet. Az ügyvéd szerint, ha most felülbírálják az ügyet, a kúria akár szándékos emberölési kísérletté is átminősítheti. A mostani döntéssel egyébként a 12 szavazóbíró közül csak 6 értett egyet, a többiek külön véleményt fűztek a határozathoz. Közben a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű Facebook oldal azt írta, ők ott lesznek Erikával, ahányszor csak kell. Az oldal alapító szerkesztője szerint az ehhez hasonló ügyek azt üzenik, hogy a magyar jogrendszer a bántalmazókat védi. Ez az üzenet rendkívül veszélyes, mert egyrészt ijesztő hatással lehet a látencia konzerválására vagy akár növekedésére is, miközben a közbizalmat erőteljesen rongálja nem csak a sértetti oldalon, hanem bárki, aki ránéz erre az ügyre, azt látja, hogy de hát akkor hol van a jogbiztonság. Bene Krisztiánnak egyébként a rossz börtönkörülmények miatt egy 2019-es végzés szerint 591 000 forint kártérítést ítéltek meg.